volt egy ilyen kivételes hétvégénk, amikor az összes U16-os, illetve az összes U20-asra lehetett számítani. Inkább a fiatalokra számítottunk jobban, mint az idősebbekre. Most adott volt a lehetőség, hogy sokkal nagyobb játékos létszámból válogassuk ki 22-t, úgyhogy senki nem foghatta arra, hogy fáradt esetleg. Úgy igyekeztünk elosztani a terhelést, hogy mindenki kapjon két meccset és egy pihenőnapot. Az egész jól sikerült, szerencsére ezt az eredmények is alátámasztják. Sikerült betartaniuk azt, amit megbeszélünk, meg elvárunk egymást, amit én elvárok tőlük, illetve ők egymástól, mint csapattársak. És hát rá kell jönniük, hogy ezek a meccsek, amiket most az alapszakaszban játszunk, azok fognak majd minket hozzásegíteni ahhoz, hogy esetleg majd a playoffban már tökéletesen játszunk. Így sokkal nehezebb kialakítani köztük egy kémiát, egy csapat hangulatot, mert ugye nem csak 22 játékos van, aki mindig játszik, hanem vannak vagy 40-en. Ami jó dolog, mert nagyon sokan kipróbálják magukat a nagyobb korosztályokba, a junioroknál, illetve a fiataloknak is nagyon jó, akik feljátszhatnak az U16-ból. Mindig arra törekszünk, hogy egy ilyen egészséges harmóniát fenntartsunk közöttük, bárki is kerül éppen az adott meccs a csapatba. A fegyelmezettséget tudom csak kiemelni egyelőre, amivel mondjuk még akadnak néha gondjaink. Az egész meccsen nem tudunk még koncentrálni, de meccsről meccsre csak jobbak szeretnék lenni.